Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk meghívottja Lorenzovics Anna, családorvos. Üdvözlöm a stúdiónkban. Én is üdvözlöm, és köszönöm a meghívást. A témánk pedig az a törvény, ami nemrég látott napvilágot, tehát megszavazta most már a parlament mindkét háza, és amelyik arra vonatkozik, hogy ezentúl nyilvános helyen is szoptathatnak a kismamák, hogyha a gyermek éppen kéri, és hogyha a gyermek nem töltötte be a 24 hónapot, tehát 2 évnél kisebb gyermekekről beszélünk. Most én nem tudom, nyilván önnek sokkal nagyobb a gyakorlata abban, hogy az anyukák milyen problémával találkoznak, és hogy ez mennyire volt szükséges ez a törvény. Én arra emlékszem azokból az időkből, amikor nekem voltak kicsi gyerekeim, hogy én ezzel nem problémáztam, hogyha a gyermek éhes volt, akkor megszoptattam, és be volt fejezve részemről a dolog. Szóval, hogy szükséges volt-e egy ilyen törvényt megszavazni? Úgy gondolom, hogy eddig sem tiltotta a törvény, de ennek a törvénynek a fontosságát inkább abban látom, hogy nem a szoptatásra bátorít, hanem inkább visszafogja azokat, akik a szoptatókat támadták. Mert ugye gyakori volt az a helyzet, hogy az anya valahol megszoptatta a gyerekét, és valaki rászólt, vagy gúnyolódtak vele, vagy ne adj Isten, ki is tessékelték egy vendéglátó helységből, hogy már pedig itt nem szoptathatja a gyermekét. Tehát úgy gondolom, hogy ugyanúgy, aki szoptatni szeretné a gyerekét, vagy eltökélt szándéka az igény szerinti szoptatás, az eddig is megtette, és ezután is meg fogja tenni. Ez a törvény inkább arról szól, hogy ne érje semmilyen bántódás, vagy támadás ezeket a nőket. De éri őket? Tehát, hogy ön is találkozott ilyen esetekkel, hogy panaszolták a nők? Igen, tehát éri. Vannak olyan helyek, ahol igen, oda mennek és megszólítják, vagy kitessékelik, hogy van erre megfelelő hely, idézőjelben mondom ezt a megfelelő helyet. Gondolom, a mellékhelyiség. Igen, mert legtöbbször egy olyan helyre küldik el az anyát, ami nem méltó ehhez a természetes folyamathoz. És inkább az kéne a köztudatba beépüljön, hogy ez az életadó dolog. Tehát, hogy annyi csodálatos kép van erről, ahogy ezt mutatják, hogy a gyerek, ahogy rácsatlakozik az anya merre, és hogy az élet fája, hogy így kibontakozik a gyökér és a fa, és ezek olyan csodálatos képek. Csak sajnos ennek a gyökere, ez teljesen máshonnan ered, tehát ez a sajnálatos ebben, hogy mindenki a mellett, az anya mellett igazából egy ilyen szexuális tárgyként kezeli, és egy ilyen magamutatásnak fogják fel, és nem azt látják benne, ami igazából itt megtörténik, az a csoda, ami által az anya életet ad a gyerekének, és táplálja, neveli. Igen, gondolom, hogy ezért van különbség, tehát hogy ezért lett most ez probléma, mert hogy a reklámipar is most futtatta fel azért elég szabadon a mesztelen női melleket, mint reklámeszközt, autók, vagy csokoládé, vagy bárminek az eladására. Tehát, hogy gondolom, hogy ez azért a régmúlt időkben, vagy akár néhány évtizeddel ezelőtt nem volt akkora probléma, éppen azért, mert hogy nem adtak egy ilyen más jelentőséget ennek a testrésznek. Így van, tehát, hogy azáltal, hogy a szexualitás, vagy akár a szexualitásnak elfajultabb formái egyre inkább jelen vannak az életünkben egész pici gyerekkor óta, mert ugye hozzáférhetősége van a gyerekeknek az interneten bármihez, ott van az internet a zsebükbe, az okostelefonjukon,
Tehát emiatt sokkal inkább elterjedt a világban a szexualitásnak bizonyos formái, és sajnos úgy, ahogy bizonyos dolgokról egyből valakinek valami perverz vicc jut az eszébe, ugyanígy a szoptatás is egy olyan dolog, hogy meglátunk egy nőt, hogy előveszi a mellét, akkor már egyből a szexuális tárgyra gondolunk, vagy azzal kapcsolódó tevékenységekre, és nem pedig az életadásra. Igen, pedig gondolom, hogy éppen az a probléma, hogy nem sok anyuka veszi a fáradtságot, hogy szoptasson. Tehát, hogy nem divat a szoptatás. Tehát gondolom, hogy önök, családorvosok elég sokat küszködnek azzal, hogy meggyőzzék az anyukákat, hogy igen, hát a tejport könnyű összekavarni, de jó lenne azért, hogyha így... Igen, tehát én annak örülök, hogy egyre inkább nő a szoptatási kedv. Még mindig nem annyira, hogy elégedettek legyünk. Minden törekvés megvan ez irányba, tehát kezdve az egészségügyi világszervezetnek a kompromisszumáról, ami kimondja, hogy az sem gond, hogyha egy gyerek nem fejlődik annyit, amennyi a nagykönyvben meg van írva, de inkább maradjon az anyateljes tápláláson, mert annyi pluszot ad ez az életébe, és nem csak az akkori gyerekkori életében, hanem a későbbi felnőttkori életében is. Tehát nem mindegy, hogy mivel indulunk, mivel kezdünk. És nem beszélve arról, hogy a sok ellenanyag, ami benne van az anyatejben, ami védi a betegségek ellen, a megküzdését elősegíti. És azt se felejtsük el, hogy, mert erről nem győzünk eleget beszélni, hogy az anyateljes táplálás, tehát maga a szoptatás, az nem csak a táplálásról szól. Tehát a baba igény szerinti szoptatása az azt jelenti, hogy a baba nem csak akkor kerül merre, amikor ő éhes, hanem akkor is, amikor nyugtalan. Tehát ez a legjobb nyugtató eszköz, hogy ott van az anya közelségébe, érzi az anyának az illatát, a szívverését, és ott lehet az anya mellett. Tehát ennél megnyugtatóbb egy baba számára nincs. Tehát ez a szorongások elkerülése véget is nagyon fontos. Sok baba az elalváshoz szükségesnek érzi azt, hogy ott legyen az anya közelségében. Fájdalomcsillapítás, ugye a maga a szoptatási folyamat, az endorfin termel a babában, ami a fájdalmát csökkenti. Tehát, hogy rengeteg mindenre az anya közelsége, az fontos. Tehát nem csak a táplálkozás szempontjából. Tehát itt azoknak üzenem, akik azt mondják, hogy meg lehet etetni bárhol, nem csak az etetésről szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy a babának 24 órából 24-et rendelkezésére állok, ott vagyok a közelébe, bármikor megnyugtatom, és az én jelenlétem, mint anya, nyugtató lakhat a gyerekemre. Igen, csak gondolom, hogy éppen ez az, ami miatt így a kismamák úgy gondolják, hogy azért, hogyha cumira szokik a gyermek, akkor már nagymama is besegíthet, akkor már mindegy tulajdonképpen, hogy ki van a baba mellett, és neki több szabad ideje lesz. Ezt nem gonoszságból gondolják, tehát nem azért, mert elfajzott anyák, és szívesen megszabadulnak a gyermektől, hanem mert ez a napi 24 órás szolgálat, ez főként az első gyermeknél gondolom, hogy egy nagy meglepetés a fiatal nő számára. Mindenképp igen, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom én is, meg nem csak szerencsére, már Marosvásárhelyen is van olyan egyesület, aki próbálja már a kezdetektől a gyereket vállaló nőket valahogy oktatni, tanítani, felkészíteni arra, hogy mi mivel kapcsolódik. Persze én eldönthetem, hogy gyereket akarok, és nem készülök erre tudatosan, akkor szembesülök egy csomó olyan nehézséggel, ami fáradtá tesz, amivel nem tudok mit kezdeni, ami esetleg az önzőségemet is felébreszti, hogy már pedig nekem kijár, elvették az életemet, hol a régi életem,
De hogyha erre tudatosan már a gyerekvállalás előtt készülünk, és ez fejben, agyban berögzül, hogy azáltal, hogy én 24-ből 24-et jelen vagyok, ezzel egy olyan pluszot adok a gyermekemnek, amivel a későbbi életében majd gazdálkodni fog. Tehát az ősbizalom kialakulása, ami már az aranyórától kezdődik, ugye, amikor megszületik a gyermek, és felkerül az anya testére, a mellére, csatlakozik a két test, már akkortól kezdődik ugye az ősbizalom kialakulása, és ebből az ősbizalomból fog majd a későbbiekben az önbizalma és minden táplálkozni. Tehát, hogy ezt fontos megértse minden anya, hogy a szoptatásra és azzal, hogy ő jelen van és nem lepasszolja, úgymond a gyerekét, ezzel a későbbiekben ez megtérül, és egy olyan ajándékot ad a gyermekének, ami egész életében végig fogja kísérni. Úgyhogy ezt inkább agyban kell eldőljön, és erre tudatosan készülni kell, és ezért tartom én orvosként is fontosnak azt, hogy minél több ilyen fórum legyen, ahol erről beszélnek, ahol ezt tudatosítják a gyereket vállaló szülőkkel, hogy ennek mennyire fontos szerepe van majd az egész életében a gyereknek. Igen, láttam, hogy a Védem Marosvásárhelyi Édesanyák Szervezet Egyesületében is tartott előadást arról, hogy hogyan lehet dolgozni például szoptatós anyáknak. Tehát ez azért így felvetődik ez a probléma, hogy tényleg hova lett az életem, szóval az illető fiatal nő, aki anyává válik, annak van egy mestersége, van egy hivatása, amit azért hiányolhat ez alatt az idő alatt is. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy döntés kérdése. Persze van, aki úgy dönt, hogy neki nagyon fontos, hogy visszamenjen hamarabb a munkahelyére, hogy ne szakadjon meg a karrier építése, olyan munkahelye van, ahol nem teheti meg, hogy sokat hiányozzon, de ezzel is összeegyeztethető a szoptatás, és amikor hazaérünk, ugye a munkahelyünkről, akkor erre tudatosan figyeljünk, hogy igen, én most itthon vagyok, és az itthoni időmet akkor a gyerekemnek szentelem. És hogy már említette a Védem Egyesületet, nagyon, tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy úgy a szülés felkészítéssel, úgy a szoptatási tanácsadással, úgy a kötődés elvű nevelés fontosságával, a hordozás fontosságával foglalkoznak, és hogy minél több emberhez próbálják ezeket az információkat eljuttatni, akár a médián keresztül, vagy akár a közösségi hálókon keresztül, mert csak így tudjuk megváltoztatni a környezetünket, és csak így tudjuk minden emberhez, minél több emberhez eljutni azokat a fontos, hasznos információkat, amihez lehet, hogy másképp nem tudnak eljutni, és lehet, hogy nem is tudnak erről, hogy mennyire fontos. Igen, tehát egy csomó olyan útmutatást kaphatnak, mert az az igazság, hogy amióta az egészségügyi rendszerből kivették a védőnőknek a szerepét, tehát meglepetéssel tapasztaltam, hogy mostanában már nincsenek ilyenek. A kismamák tényleg teljesen el vannak tájolódva, tehát hazakerülnek a kórházból, és aztán el kell boldogulniuk valamilyen módon. Hát igen, sajnos ez egy nagy hiányosság a romániai egészségügyi rendszerben. Ezt valamilyen módon próbáljuk mi családorvosok pótolni, már akinek fontos ez. Tehát a családorvos ugyanúgy meglátogatja otthon a babát, ugyanúgy a terhes gondozás alatt bármilyen kérdésre választ tud adni, jó lenne mindent érinteni már a terhes követés alatt, és utána ezt folytatni az otthoni látogatásba, vagy a kisbabát, amikor hozzák, mindig mindenről beszélni. Tehát valahogy a családorvos kell ezt pótolja, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, mert rengeteg egyéb tennivaló van, és nincs meg az a lehetőség, hogy akár többször is meglátogassuk az első időben, tehát mikor kijönnek a kórházból, akkor meglátogatjuk, és egy hónaposan még egyszer, de nincs lehetőség arra, hogy gyakrabban.
Úgyhogy ott is csak a telefonon vagy a szociális hálókon keresztül tudunk mindegyre válaszolni a kérdésekre, de akár ezt biztosítani kell, hogy tényleg az információ eljusson. És tényleg sajnos van olyan, hogy ez egy családorvosi praxisban, hogyha olyan összetételű a páciens az illető családorvosnak, hogy nem tartja annyira fontosnak, és akkor nem jut el mindenféle információ. Igen, tehát gondolom, hogy az illető családorvostól is függ az, mert hogy van egy csomó idős ember, ami szintén egy teljesen más ágazata az orvostudománynak, és vannak a kismamák és a pici babák, akikkel szintén foglalkozni kellene. Így van, és ezért látom fontosnak az ilyen egyesületek, alapítványok létét, hogy amit nem tud minden családorvos megadni, akkor legalább irányítsa ilyen egyesületekhez a várandósokat, ahol ezeket az információkat megtalálják, ahol bármilyen kérdésükre választ kapnak, és akkor talán ez egy ilyen a köztudatban jobban beépül ennek a fontossága, és talán egyre több gyerek fog tudni úgy felnőni, hogy anyatejes táplálással és az anya közelségében. Igen, mert hogy ugye én úgy tudom, hogy a Védem Egyesületnél is egy csomó karriert befutó fiatal nő van, legalábbis azok, akiket én ismerek ebből az egyesületből. Úgyhogy ez is egy pozitív példa, hogy ugye úgy tudom, hogy önnek is több gyermeke van, és emellett azért orvosi karrierje. Igen, nekem is 3 gyerekem van, és a 3 gyerekem az különböző generációba tartozik, mert 10 évente voltak a gyerekeim, és a 20 év alatt ugye rengeteg minden változott a medicinába is, tehát egész más dolgokat vallunk ma már a medicinába is a szoptatásról. Tehát ezt rengeteget kutatták, hogy kezdve a gyerekeknek a bélflórájától, hogy hogyan születik, hogy hogyan táplálkozik az élete első évében, ezek mind egész életére kiható dolgokat tudnak eredményezni. És már az én 3 gyermekem nevelésében mindegyre változtatnom kellett, mert mindig újabb és újabb információknak a birtokába kerültem, újabb tudományos kutatások eredményeit tudtuk elolvasni, és ez teljesen a mentalitásunkat, hozzáállásunkat meg kell változtassa. Tehát ezt meg kell érteni a mai világban, hogy nem nevelhetjük ugyanúgy a gyerekeinket, mint ahogy dédanyáink tették, mert egy csomó információ birtokába kerültünk, és ma már tudjuk, hogy mi milyen hatással van az életünkre. Persze dédanyáinknak egyszerű volt, mert nem volt annyira bonyolult életük, és a természetes útat választották többnyire, tehát nem volt minden utcasarkon egy patika, ahova bemegyünk és tápszert veszünk, tehát akkor csak az volt, hogy igen, én a gyerekemet, én táplálom, vagy a dajka régebb. A dajka, igen. Igen. Tehát, hogy erre megvoltak a megoldások. Sajnos a civilizáció az hoz egy csomó rossz dolgot is, és a modern világ, amiben ugye elkényelmesedünk, és úgy, ahogy mindent szeretnénk lecserélni robotokra, úgy gyakran sajnos ez is előfordul, hogy hát nem tőlem függ, nem az én mellem fogja táplálni, nem akarom én elrontani az esztétikailag a testemet, hát akkor keressünk alternatív megoldásokat. Csak én azt gondolom, hogy aki eldönti, hogy gyereket vállal, a gyerekvállalás az ne legyen szintén egy társadalmi követelmény, hogy most már van karrierem, most már van férjem, akkor még ki kell pipálnom a gyereket is. Hanem a gyerekvállalás az legyen egy tudatos tettünk, mert így tudunk a társadalom számára jó, becsületes, egészséges embereket adni, és ezzel akár javítani a társadalmunkat, igen, az összetételét. Igen, ráfér erre a társadalom. Igen, ez egy nagyon összefüggő probléma, és azt gondolom, hogy ezért is volt szükség erre, hogy a törvénykezésbe is bekerüljön egy ilyen dolog, mert szakemberek ezt fel tudják mérni, hogy azáltal, hogy egy gyereket
anyateljesen táplálok. Azáltal, hogy a gyereket 24 órában kiszolgálom, tehát a kötődés elvű neveléssel, azt tudom eredményezni, hogy sokkal egészségesebb, sokkal önbizalomteljesebb, sokkal életre valóbb felnőttek lesznek majd, és nem utolsó sorban ugye pszichésen is, lelkileg is egy jól fejlődő, harmóniában fejlődő gyerek kiegyensúlyozottabb lesz, és aztán később nem fog eltérni bizonyos utak, rossz utak irányába. Tehát, hogy nagyon fontos ez az indítás. Csak ehhez az kell tényleg, hogy már az anyákat, a jövendőbeli anyákat neveljük, akár gyerekkortól. Tehát az a gyerek, amelyik már az iskolában, a családjában megtanulja ennek fontosságát, annak később is fontos lesz ez, mikor ő kell anyává váljon. Sajnos az a gyerek, aki sem a családi fészekben ezt nem tapasztalja meg, és sem az iskolában és későbbiekben, az úgy fog odaállni majd az anyaság kezdetén ez az egész dologhoz, hogy hát ezt ki kell pipálni, legyen egy gyerek, aztán én élem ugyanúgy a saját életemet. Nem ugyanúgy éljük a saját életünket, de be tudjuk illeszteni úgy is, hogy ne legyen annyira hát nehéz, vagy ne legyen annyira megterhelő, vagy hogy tényleg ne húzza keresztbe az egész életünket. Igen, még nagyon kevés idő van a műsorunkból. Ön említette már ezelőtt is, és most is, hogy az anyateljes táplálás az más tápanyagokat ad, és hogy akkor is, hogyha nem hízik annyit a baba, vagy nem nő annyit a baba, mint hogyha mesterségesen táplálnánk, akkor is az anyateljes táplálást kellene választani. Na most nem éppen az a probléma, hogy a gyerekek túlságosan és gyorsan nőnek, tehát hogy ez a sok mesterséges tápanyag miatt van az, hogy a társadalmunknak elég nagy százaléka el van hízva, és a többi. Tehát, hogy egy csomó táplálkozásbeli problémát okoz. De ez nagyon jó, hogy érintette. Ez egy nagyon nagy problémája a mai társadalomnak, hogy megváltozott a normalitásnak a képe. Tehát nagyon gyakran látjuk a rendelőbe bejönni családokat, és mondják, hogy jaj, nem túl sovány a gyerekem. Közben a gyerek egy életre való energiabomba, játszik, vidám, boldog, tehát leri róla, hogy egy egészséges gyerek, de látják, hogy az óvodában a többiek mind ducibbak, mind olyan jó fogmeg gyermekek, és mondom, hogy itt van a probléma, hogy ennek a társadalomnak most a mai világban a helytelen táplálkozás, a sok cukordömping, ami éri a gyerekeket már egész pici kortól, oda vezetett, hogy bemegyünk egy osztályközösségbe, vagy egy óvodai közösségbe, és látunk egy-két véznább gyereket, és a többi mind túlsúlyos. Régebb az volt, hogy bementünk egy osztályközösségben, volt egy-két túlsúlyos gyerek, és a többi mind vézna volt. Tehát sajnos ez a kép megváltozott az emberek agyába, és ezt várják el már egész pici kortól, hogy jó fogmeg gyerek legyen. Közben nem ez a normális. Tehát azt kellene inkább figyelem előtt tartsuk, hogy látjuk a gyerekünkön, hogy boldog, hogy aktív, hogy érdeklődő, hogy játszik. Ezek kéne a mutatók legyen. És valóban, tehát az anyateljes táplálás az egy testazonos táplálék, azzal sokkal jobban tud a szervezete, a kicsi baba szervezete boldogulni, könnyebben emészti, elkerülhetjük azt, hogy fölöslegesen a zsírsejtjei szaporodjanak gyerekkorban, mert ezt nem szabad elfelejteni, hogy a zsírsejtjeink azok gyerekkorban szaporodnak. Ha akkor elszaporítjuk őket, utána egész életünkbe kihat, és egész életünkben súly problémáink lesznek, állandóan oda kell figyeljünk táplálkozásunkra, diétákra, mindenre. És az a gyerek, aki gyerekkorában meg tudja őrizni a normalitását, és nem kap annyi kalóriabombát, az későbbiekben sem fog annyit küzdeni a súly problémákkal. Tehát, hogy ez nem mindegy, hogy indítjuk.
Úgyhogy erről sokat kell beszélni, amíg mindenkinek megváltozik a mentalitása, de én azt gondolom, hogy jó úton járunk, és többek között ezért is van ezekre a törvényekre szükség, hogy erről beszéljenek, és felkeltse a figyelmet, hogy tényleg ez egy fontos dolog. Igen, és hát hogyha a törvény foglalkozik vele, akkor az anyukákban is tudatosul, hogy ez akkor egy nagyon fontos dolog, amivel a társadalom is foglalkozik. Köszönöm szépen, hogy itt voltam a műsorunkban. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt mai pont a műsorunk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!